okospadok, ingyenes wifi, telefontöltő, ugrálóiskola, kihelyezett könyvszekrény, kerékpárjavító. Ezek a tételek szerepelnek a megépítés alatt álló közösségi pontban, amit a kiskohász parkolója melletti területre terveznek. Nagyon fontos állomás ez, hiszen azt ígértem, hogy ide a mögöttem található területre egy közösségi teret, egy méltó központot fogunk kialakítani a Technikum város részben. Ezek a munkálatok elkezdődtek, és azért vagyunk ma itt, hiszen a munkaterület átadása után a DVG ZRT megkezdte a kivitelezési munkálatokat. Egyelőre a bontási munkálatok zajlanak, ezt követően majd a burkolatcsere, a térkő kihelyezése fog következni, utána pedig az okospadok, a biciklijavítópont és a további eszközök, mint például a könyves szekrény kihelyezése fog következni. Hamarosan készen lesz ez a munka. Én bízom benne, hogy az ősszel egy nagy Technikum városrészi találkozó kereteiben tudjuk majd átadni a városrészben élőknek ezt a közösségi teret. A Munkácsi utcába tervezett közösségi pont néhány héttel ezelőtt kapott nyilvánosságot. Azt kérdeztük Szabó Zsolttól, hogy milyen visszajelzéseket kapott a tervezett beruházással kapcsolatban. Nagyon sok visszajelzést kaptam. Nagyon sok olyan kérdés volt, amiben a lakók azt kérdezték, hogy ez hogyan működik. Vannak olyan igények, hogy ezek a padok, hogyha beválnak, akkor több helyre kerüljenek majd kihelyezésre a városban. Azt gondolom, hogy ez egy jó próba itt a Technikum város részben, hogy hogyan működnek ezek az okos padok, és hogyha beválik, akkor több helyre el lehet majd vinni ezt a jó gyakorlatot Dunajvárosban. A másik, amit nagyon fontosnak tartok kihangsúlyozni, hogy bármilyen közösségi tér akkor tudja betölteni a funkcióját, hogyha azokat a szabályokat, amik mellett itt együtt kell élnünk a Technikum város részben, azt mindenki betartja. Ebben nagyon bízom a városban és a városrészben élők együttműködésére. A munkálatok tehát már folynak, a tervek szerint az ősz folyamán birtokba is vehetik a Technikum városrészben élők az új közösségi központot.